Hello Győr, köszöntöm a Győr Plus televízió nézőit. Ellátogatott stúdiónkba a Bronzis. Dukai Anett és Dukai Gábor testvérpár alapított egy tánciskolát, ahol a táncosok fantasztikus eredményeket érnek el versenyeken, viszik Győr jó hírét, bárhol is járnak. Anett és Gábor, valamint Agócs Zsanna, Bári Zoé, Csató Dalma, Szemenkár Lilla és Tóth Patrik itt vannak velünk, beszélgetünk, táncolunk a következő percekben. Sziasztok! Szia! Szia. Hát én nagyjából bemutattalak benneteket, nem teljes egészében, úgyhogy Gábor, tőled azért még várnék egy kis hozzáfűzni valót. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, örülünk, hogy itt lehetünk. Ugye a világbajnokság kapcsán érkeztünk most ide, mi egy győri tánciskola vagyunk, egy győri egyesület, hip-hop tánccal foglalkozunk, testvéremmel, Dukai Anettel közösen vezetjük ezt a tánciskolát, és hát nagyon nagy büszkeség számunkra, hogy a hobbi tanfolyamok mellett a versenyzők is képviselik a tánciskolát, és egyben Győr városát, Magyarországot. Ezért vagyunk itt, mi egy 150 fővel működő egyesület vagyunk egyébként, és kimondottan a divattánc sporttal, a hip-hop tánccal foglalkozunk. Nyilván nem várok mindenkitől bemutatkozást, de az apropót már ugye említettük, tehát nemrég érkeztetek haza Grazból, ha jól tudom, na erről meséljetek nekem egy kicsit. Nagyon izgulnak a többiek, úgyhogy akkor itt az elején egy picit akkor átveszem. Ugye a világbajnokságról most érkeztünk haza, erről azt lehet tudni, hogy 40 ország több mint 4000 táncossal volt jelen ezen a világbajnokságon, és ezen táncosok képviselték Győr városát, és akkor be is mutatnám őket így sorrendben. Gyereklány kategóriában Bári Zoé képviselte a tánciskolánkat. Zoé egyébként 9 éves, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk az eredményére is, hogy ilyen fiatalon már így képviseli a tánciskolát. Gyerekfiú kategóriában Tóth Patrik képviselte az egyesületet, valamint Győr városát, és van 2 junior versenyzőnk is a gyerek kategóriák mellett, Csató Dalma és Szemenkár Lilla, ők már nagyobbak, és így képviselték a tánciskolát. És hát van egy felnőtt versenyzőnk is, Agócs Zsanna, aki felnőtt lány kategóriában versenyzett. Eredmények? Na, hát akkor szerintem azt mondjátok el ti, büszkekedjetek ti ezzel. Én 98 indulóban lettem 24. És akkor, hogy ne kelljen így nagyon átmászkálnunk, akkor mondom a Patriknak az eredményét. Ő 70 indulóból lett 23., neki ez a helyezése. Zoé 102 indulóból lett 42. Dalma és Lilla pedig indultak duó, valamint egyéni kategóriában. Duóban 130 páros volt, és itt lettek 42-ek, valamint Dalma még junior szóló kategóriában is versenyzett, itt pedig több mint 100 indulóból lett 37. Húha, hát gratulálok, szép teljesítmény. Fontos dolog megemlíteni azt, mielőtt még bármiről is beszélünk, hogy a tanulás mellett mindig egy szülőnek, nem nektek, egy szülőnek, az olyan nagy felelősség, hogy beírassa-e tánciskolába gyermekét, illetve hogy a versenyekre engedje-e. Hogy gondoljátok ti ezt? Igen, azért nagyon sokat változott most már a sport és a sportvilága, mondhatom azt, amikor Anetta mi elkezdtük, azért még ez másként volt az iskolával együtt. Most már azt látom, hogy a szülők újra kezdik érteni, hogy mennyire fontos az, hogy mozogjanak és kikapcsolódjanak a diákok, de tény, ez egy mindig őrületes küzdelem és harc, hogy mi meggyőzzük a szülőket, hogy igenis kell az a kikapcsolódás, és fontos az, hogy egy picit az iskola után kikapcsolódjanak. Ezt nagyjából szerintem, mielők itt ülnek, itt a szülők értik is, és ez az üzenet átjött, illetve náluk is megvan. És van ugye egy másik korosztály, akikkel még dolgozunk, ez a 14-18 éves korosztály, ahol talán ez még nagyobb kihívás, hogy bizonyítsuk, hogy igenis kell az, hogy picit kikapcsolódjon az ember. És tény, hogyha a versenyzést nézzük, azért ez plusz elfoglaltság, azért az egy olyan plusz történet, amire áldozni kell, de hál' Istennek, hogy szerintem egy viszonylag jó rendszert kialakítva, hétvégi edzésekkel, főleg a versenyzés tekintetében, tehát úgy, amit már lehet iskola mellett is csinálni, és szerintem a legtöbben elmondhatjuk, hogy egyébként a szülők és az iskola is támogatja egyébként őket ebben a versenyzésben, tehát abszolút te partnerek ebben az egészben, hogy ők versenyezzenek. Milyen pluszt kaptok? Most te tudsz talán a leginkább beszélni, két oktató között ülsz, mindenképpen kell. Milyen pluszt kaptok a tánctól? Mi az, ami esetleg akár a tanulásban is segít? Nyilván az, hogy mozogtok. Hát igazából így löketet ad, így az egész hétnek. Szóval hétfőn is van edzés, és az így elindítja a hetet, és könnyebb tanulni is, meg hát így van mit várni. Ugye csütörtökön kezdődnek így az edzések nagyjából, és így pörgetjük a hetet, hogy minél előbb edzés legyen, és hát ugye nagyon szeretjük a táncot, és jól érezzük magunkat, és ez is így
viszi az egész hetet, és könnyebb mindent csinálni. Hogyan választ valaki hip-hopot? A zene fog meg, vagy pedig a mozdulatok? Hát, úgy mind a kettő igazából. Engem a videóik fogtak meg régen, én azokat láttam, meg a zene is tetszett, meg a, hát ugye a mozdulatok is, és én így kezdtem el. Ti, mint testvérpár, egyébként együtt is táncoltatok régen, vagy pedig külön-külön? Igen, igen, mi mindig is együtt táncoltunk, együtt kezdtük, és duóban is indultunk, bár testvérként elég nehéz együtt táncolni, sokszor nehéz az, hogy elmagyarázzuk egymásnak, hogy benned ez a hiba, ezt hogy vesszük, vagy hogy állunk ehhez az egészhez, de mi ketten kezdtük, és hát azóta is ketten csináljuk, és hát nagyon szeretjük igazából. A versenyzést is együtt kezdtük el, az edzéseket is, a tanfolyamokat is, mindent igazából, úgyhogy próbáljuk egymást csiszolni, hogy... Igen, hogy ez tovább működjön. Bocsánat, igen, mert arról beszélünk, hogy páros táncban indultak, ez a duó kategória azt jelenti, hogy ketten táncolnak, és egy olyan koreográfiát táncolnak, amit mind a ketten tudnak értelemszerűen, és így rakják egymás mellé. És itt azért nagyon fontos a harmónia és a szinkronitás, ami egy testvérnél abszolút, szinte azt mondom, hogy néha tudattalat is tudnak működni a dolgok, és nyilván, ahol meg nem testvérek táncolnak egymás mellett, ott az egy plusz feladat, hogy ezt az összhangot valahogy megteremtsék egymással. Nekünk ugye ebben könnyebbség volt, hogy a gyakorlás ezt könnyebben megoldottuk egymással, hogy gyáronet megyünk gyakorolni és készüljünk. Itt nyilván már egy picivel bonyolultabb a történet. Hát persze, mert össze kell hangolni a mindenkinek a feladat sorából a történeteket, pontosan. Hogy hát együtt is tudjatok próbálni, és együtt legyetek. Pontosan. Még egy picit maradjunk a testvérpárnál, bocsánat. Mikor jött az a kat az agyatokban, hogy na, most kell megnyitni egy tánciskolát? Nagyon tudatosan nem, döntöttük ezt el, hogy az élet sodort minket e felé. Mi egyébként mind a ketten diplomások vagyunk, tehát mi abszolút az iskola mellett csináltuk mindig is a táncot, és aztán az életünk valahogy mindig visszasodott a tánchoz, és akkor úgy kezdtünk el még komolyabban ezzel foglalkozni. De ez, amikor azt mondom, hogy már úgy nagyon komoly szinten foglalkoztunk ezzel, az a középiskola szakasz volt, és aztán utána én főiskolára Budapestre kerültem, van egy Győrben tanult tovább, és valahogy mégiscsak ott maradtunk, hogy a hip-hop tánccal szeretnénk foglalkozni, és az egyesületnek a megalakulása pedig ugye 2013, onnantól kezdve pedig már tényleg hivatalos formában, de mondom, mi sem így terveztük, hogy tánciskolát fogunk vezetni, de valahogy az élet azt akart, hogy itt legyünk, és hát lám a versenyzőnk eredményeire mi nagyon büszkék vagyunk, ami bizonyítja, hogy egyébként jó úton haladunk ezzel a tánciskolával. Komolyan mondom, a gyerekek szemében azt látom, hogy azért a versenyszellem az ott van, ott csillog a szemetekben. De feltételezem, vannak olyan gyermekek, akik csak táncolni szeretnek, és versenyezni nem kifejezetten. Velük mi a helyzet? Pontosan. Hát őnekik van a tanfolyam igazából, mert igazából ami tanfolyamok vannak a héten, azok hobbi tanfolyamok. Szóval ez, amiben ők vannak, hogy versenyzés, ez egy plusz nálunk. Ezt mindig elmondjuk a táncosoknak, hogy ez egy választható. Azért a versenyzés ez elég komoly dolog, sok lemondással jár, sok mindennel jár, szorgalommal, gyakorlással, tehát azért ez egy másik fajta, de akik hozzánk járnak, ők mind hobbi táncosok, vagy fellépő táncosok, tehát több alternatíva van nálunk, akik csak hobbiként szeretnék ezt kipróbálni, ők is nyugodtan tudnak bejárni, de nálunk, ennél a tánciskolánál azt érezzük, hogy aki elkezdi hobbi táncosként, ő a végére eljut arra, hogy ő fellépő szeretne lenni, versenyezni szeretne, szóval ezt a tendenciát látjuk nagyon sok gyerekben. Igazából. Mondd csak. Igen, talán még ennyivel egészítenem ki, hogy mert ez is régen talán, a régi időkben az elvárás volt, hogy hú, ha valaki sportol, akkor versenyezzen is. És ez hála Istennek, szerintem itt is most már itt 2016-ban mondhatom, hogy ez ilyen trendváltozás, hogy abszolút most már a tanfolyamokra be tudjuk vinni azt a szellemiséget, hogy nem kell elmenni egy versenyre. Nyilván egy verseny nagyon sok töltetet ad, nagyon sok nemzettel találkoznak, különböző táncosokat ismernek meg a versenyek során, értelemszerűen kipróbálják egymással, hogy hogyan képesek együtt dolgozni, tehát sok plusz ad, de hál' Istennek, hogy elmondhatom, hogy most már a hobbi tanfolyamok is képesek erre, hogy plusz élményt adjanak, és ebben mi Anetta nagyon keményen is dolgozunk, ha ennyien lettünk egy picit ilyen nagyképűek, hogy azért próbáljuk most már tényleg a hobbi tanfolyamoknak is azt az izgalmát megadni, amit lehet, hogy eddig mondjuk csak egy versenytanfolyam tudott megadni. Mondj már egy példát, mivel?
Például kimondottan mi gyakoroltatjuk azokat a szituációkat, amit a versenyzőkkel. Improvizáció. Az improvizáció azt jelenti, hogy egy általunk kiválasztott zenére mozogni kell, és lemozognia, ami belőlük jön, úgymond. Ez nyilván még a 6-7 éveseknél elég vicces szokott lenni, hogy ott egy picit ilyen ugrabugrálás, és aztán ez szépen fejlődik és alakul. Ezeket például már beleépítettük az óramenetbe. Vagy nagyon sok olyan gyakorlat szerepel, például előadásmód. Gyakoroljuk kimondottan a tükör előtt, hogy hogyan kell mosolyogni, hogyan kell különböző grimaszokat vágni, hogy éppen arra van szükség. Ezeket mind-mind most már beleépítjük a tanfolyamokba. Emellett pedig a technikai részek, tehát például stílusokat tanítunk már a hobbi táncosoknak is, tehát az nagyon fontos, hogy ugye most már elmondhatjuk, hogy azért a hip-hop tánc egy nagy valami, és azt azért szét lehet még bontani különböző stílusokra, ezeket is például már tanítjuk nem csak a versenyzőknek, hanem a hobbi táncosoknak is. Hát szeptemberben már elindultak ugye a tanfolyamok, tehát már megy, de ha valaki most kapcsol és szeretne, jelentkezhet, vagy teljesen tele vagytok? Mondhatjuk, hogy ebben picit szigorúak vagyunk, de természetesen mindig nyitottak a lehetőség és a kapuk. A következő csatlakozás lehetőség egyébként januárban van. Anettal ezt annó nagyon szigorúan megszabtuk, hogy nekünk a fejlődés az egy nagyon fontos dolog. És szerencsére, hogy nagyon sokan vannak a tánciskolában, egyedül, ahol létszám stoppal dolgozunk, az a gyerekcsoportok, ahol kimondottan, hiszen így tudjuk biztosítani a fejlődést, ott van már, azt mondom, hogy beteltek a helyek, de természetesen van egy bizonyos korosztály a 14 éven felüliek, ahol abszolút folyamatosan lehet csatlakozni, hogy abszolút várjuk azokat, akik érdeklődnek, és januárban lesz egyébként majd újra egy ilyen nagyobb volumenű beiratkozás, amikor lehet újra majd csatlakozni hozzánk. Vannak a táncpróbák, táncórák, de ezen kívül is szoktatok találkozni? Meséltek erről? Igen. Meséltek róla. Írjon aki, nem? Patrik? Oda pattansz. Gyere, Patrik, mesélj, úgyis te most bevoltál, vasárnap valaminek beöltöztél, mesélj erről egy kicsit, gyere. Na minek? Ja, hát... Milyen buli volt? Gondolom. Milyen buli volt vasárnap? Halloween buli volt. És minek öltöztél? Drakulának öltöztél. Drakulának? Atya világ. A vére mindenkinek a helyén maradt, gondolom. Úgyhogy abszolút ráéreztel a kérdésre. Mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a tánc mellett a különböző közösségi programokra. Így például ugye most vasárnap rendeztünk meg egy Halloween partit kimondottan a táncosainknak. Úgyhogy ezeket mind-mind nagyon fontosnak tartjuk. De emellett még tartunk karácsonyi bulit, tartunk téli edzőtábort, nyári táborokat is tartunk. Úgyhogy rengeteg program és lehetőség van. Még azon kívül, hogy bejárunk az edzésekre, hanem tényleg az, hogy amit te is mondtál, hogy a külvilágban is még találkozunk pluszban, és le tudjunk ülni. De például volt kerti parti is már együtt, úgyhogy. Uh-huh. Tehát akkor találkoztak táncon kívül, és talán kell is, hiszen tényleg ez a csapatépítés, ez az, ami fejleszti mindenképpen azt, hogy itt barátságok alakuljanak. Szerelmek szoktak? Mindenki Patrikra, de mi van? Mi történik? Meséljetek! Alakulgat valami, de nem tudom, hogy publikus-e, és lehet róla beszélni. Hát figyelj, pár szem közt vagyunk, semmi extra. Abszolút, ugye ez egy nagyon nagy tánciskola, most már mondhatom, és igen, a barátságok abszolút szövődnek, és ennek mi is nagyon örülünk egyébként, hogy olyan helyen edzünk egyébként, ahol lehetőség van arra, hogy bejöjjenek, és ott tudnak még egymással beszélgetni, edzés után még le tudnak ülni, el tudják mesélni egymásnak az élményeket, mi történt az iskolába, úgyhogy igen, ezek mind működnek szerencsére, és nem csak egy, ezt szoktuk mondani, nem csak egy ilyen átjáró vagyunk, egy az iskola és az otthon között, hanem tényleg azt mondhatom, hogy szívesen vannak ott a táncosaink velünk, és edzenek velünk együtt a stúdióban. Hánytól hány éves korig mehetnek közzétek hozzátok? Ki a legkisebb? Te vagy a legkisebb? Igen? Hát most a jelenlévő közül ő a legkisebb, de amúgy a legfiatalabb az most nálunk azt hiszem 6 éves. 6 éves, de volt már 5 éves is. Igen. Mit tudtok kezdeni egy 5 évessel? Hát ő még az, aki eljön és jól érzi magát. Tehát veszek egy zenét, és ő benne még nincsenek gátlások, se semmi, ő még nincs zavarban, és ő el tudja teljesen engedni magát egy ilyen órán. Ő igazából az, aki még szokja azt, hogy sokan vannak, tehát egy iskola kezdés előtt nagyon jó, mert megszokja azt, hogy ott vannak, figyelni kell, de néha lehet az is, hogy kicsi buli, tehát hogy így fogják fel. 5 évesen nagyon jó elkezdeni szerintem a táncot, mivel
minél korábban kezdi, annál több mindent lehet hozzáadni. Én mindig azt mondom a gyerekekre, hogy ők szivacsok, tehát őnekik valamit megmutatunk, ők már következő hétre biztos, hogy meg tudják nekünk mutatni, tehát nincs az, hogy nem. És az 5 évesekkel lehet kicsit nehezebb, de mégis többet adnak, mert lehet egy 11 éves nem mer úgy táncolni az órán, mint egy 5 éves. Mert az 5 éves még tényleg nem érzi azt, hogy gátlások vannak, hú, majd mit szól, majd kinevet, vagy majd azt mondja, hogy most miért ezt csinálta. Tehát az 5 évesek még nagyon jók, meg még a Patrik korosztálya is nagyon. Mert ő bennük nincsen gátlás. De az 5 évesek nagyon, nagyon jók tudnak lenni szerintem. 4 évesek az már egy nagyobb kihívás lenne szerintem. Igen, tehát azt szoktuk kérni, az 5 éves is úgy jöhetett, hogy a szülő azt mondta, hogy egyébként olyan a gyermeke, hogy már képes mondjuk önállóan 45 percet külön tölteni. Tehát nálunk ezért van egy ilyen elbeszélgetés. Igen, az elején mindig a gyerekeknél főleg, hogy 6 éves kortól van egyébként nálunk hivatalosan a gyerekkorosztály, tehát onnantól kezdve, hogy már az iskolapadban is képes figyelni és koncentrálni, úgy tudjuk vele igazából elkezdeni a munkát, és úgy tudunk vele koncentrálni. De egyébként segítők is vannak bent velünk az órán, a gyerekedzések során, tehát abszolút egy olyan környezetben vannak, hogy folyamatos felügyelet van, és igen, amit Anett is mondott, mozgáskoordinációs gyakorlatok vannak, megtanuljuk a bal és jobb kezet, ütemérzéket tanulunk, megtanulunk számolni zenére, ezeket mind-mind tanítjuk a legkisebbeknek, hogy aztán majd itt üljenek 8 évesen, és az első világbajnokságukon legyenek túl. És volt már olyan, hogy egy anyuka vagy egy apuka kapott kedvet, és ott maradt veletek? Köztetek? Hát most bocsánat, megint én jövök, mert abszolút felmerült egy igény a korábbiakban a táncos szülőktől, táncos anyukáktól főleg, hogy hát ők is nagyon szívesen állnának be és táncolnának. Úgyhogy ennek kapcsán jött létre egy kimondottan számukra egy csoport, ez a Hip Hop for Ladies nevezetű csoport, ez 20 év feletti hölgyeknek szól, és abszolút itt van is olyan gyerkőc, itt Zsannának az anyukája például, aki a csoportnak a tagja, tehát abszolút az ő korosztályoknak is már van lehetőség például arra, hogy tanfolyam keretein belül a hip hop tánccal találkozzanak. És nem kell erre gondolni, hogy itt ilyen nagy láncokba, meg budgyos nadrágokba táncolnak, hanem sokkal inkább megismerkednek ezzel a másabb zenei stílussal. Ugye nagyon sok társas tánc tanfolyam van Győrben, nagyon sok tánc, amit ki lehet próbálni, hastánc például, de volt rá igény arra, hiszen most már jön egy olyan korosztály, akinek ez abszolút természetes, hogy ilyen zenék szólnak, hogy mondjuk egy Jennifer Lopez, vagy megszólal egy Britney Spears, vagy mondjuk egy fiút, mondjuk egy Backstreet Boys. Tehát nekik már abszolút természetes, hogy arra is lehet táncolni, és arra lehet mozogni, mert kimondottan nekik jött létre ez a csoport. Tök jó. Mi a következő? Három szeretettel egyébként. Jaj, de jó. Viszont a gyermekeimet is. Mi a következő fellépés lehetőségetek, aminek igazán örültök, vagy éppen készültök rá? Hát most ők egy picit pihennek, és mi egyébként most folyamatosan szereplünk. Ugye most jön ez a november-december, ami kimondottan a céges rendezvények, és ezen irányú promóciós turnék, amin most egyébként részt veszünk. Nem akarom mondani, hogy melyik bevásárló központnak egyébként most csináljuk, de egyébként ezzel foglalkozunk. Nekik pedig most indul fel a felkészülési időszak, tehát a november-december arról szól, hogy rakjuk össze az új koreográfiákat, készülünk az újabb koncepciókkal, és aztán januártól kezdve pedig, hát egészen októberig, mert eddig tart az évadunk, addig megint csak tánc és versenyzés. Ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, hol jelentkezhet? Esetleg egy honlap cím, ahol utálatok. Így van. Hát aki szeretne hozzánk jelentkezni, az megtalál minket ugye Facebookon, ez a legelfogadottabb, de amúgy tud nálunk jelentkezni az info@bronzsiz.hu, ez az e-mail címünk, ha ide küld nekünk e-mailt, akkor fel tudjuk venni vele a kapcsolatot, illetve a www.bronzsiz.hu, ott is megtalálnak minket, minden fent vannak a tanfolyamok, hogy lehet csatlakozni, stb. Minden fent van rólunk igazából, és illetve megtalálnak minket ugye a stúdióba is, és ott tudnak nálunk helyszínen is jelentkezni. Valamint a szájról szájra terjed a dolog, az a legjobb, ugye, hogyha viszik a híret, viszik oviba, suliba, és akkor ott már szülők jönnek, és hívnak minket, elérhetőek vagyunk a Gáborra, és tudnak hozzánk jelentkezni. Hú, de nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget. Köszönjük. Egy táncra azért még várunk benneteket egy kis területátrendezés után. Remélem önök is jól mulattak. A Hello Győr egy hét múlva ismét jelentkezik. Viszontlátásra!
A műsorvezető ruházatát a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította. A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál.